Na, szálló mindenkinek! Folytassuk tovább a Jazz Jack röpített. A Ballastic Bunny-val című epizóddal. A Letnivel, amelyik az egyik kedvenc pályám a játékban. Utána meg igencsak egy szemétpálya lesz. Szóval, de vigyázzunk ezekkel a kis bogarantyúk, vagy mit tudom, mik ezek. Akkor mint egy mozgó chipsetek. Itt is visszatérnek a chipsetek. Chipkészletek. Persze, hogy nem találja el, úgy. Na, csak majd normális. De maradjunk ezen a fegyvene. Na, szóval. Két nappal ezelőtt megjött az új processzorom, így lassan lesz egy jó gépem. Nagy nehezen. Szóval valahogy kb. Olyan 1-2 hónap körülbelül, és meg lesz az új gép. Majd Winchester kell venni bele, és egy alaplop, meg egy videokártya még, ami kell, plusz egy ház is. Szóval a gép megvétele időtartama az még tovább fog tartani. Szóval, mert itt akinek el tudtam volna adni, az vakarja, így hát aki nem kell, nincs most rá szüksége, akkor ő így most tovább tartom az akciót nálatok. Hogyha ti jelentkeztek az alkatrészekért, akkor gyerünk! Jóval, akkor minél tovább fogom várni azt, hogy vegyétek meg a gépemet, vagy sem, ami már csak megmaradt belőle. Szóval nincs vele semmi baj, jó, még működik elég jól. Szóval magad már el, így sem fogok patkolni. Ja, nem menjünk erre. Lehetem egy ilyen titkos hely, és van itt egy gép. Fuck! Meg volt itt egy papagája, ami arra jó, hogy ha egyszer eltalálnak, akkor hát akkor elrepül, de annyi segítségünk van, hogy segít ellövöldözni. Már játékról is beszéljek, ne csak arról, hogy nem van egy új processzorom, meg hogy eladom a gépemet. És az előző gépet. Szóval még van egy darabig. Jelentkezhettek akkor a gépért. Nem tudom, hogy fogom tartani ezt a akciót, de egy darabig. Szerintem azért minimum egy hónap, vagy mi. Talán már akkor valahol máshol is próbálkozok. Így, hogy eladjam. Hogyha akire kell, az vigye minél gyorsabban. Ó, majdnem. Szóval, na. Akkor már valami más extráról is beszéljek. Ó, majd. Oké, ez is. És akkor más extra. Beszélgettünk a srácokkal most két napja arról, hogy csinálnának szerverképet, és akkor én meg lennék hozzá az admin, mert én vagyok az egyetlen ember, aki vagyis ebben a csapatban, aki ért valamennyit a szerverképekhez, és a Linuxhoz, meg a Windows szerverhez. Szóval hogy én csinálnék olyan szerverképet, és akkor azon lenne privát és publikus szerver játékokhoz.
szóval az is már így folyamatban van. Ha valaki játszani szeretne velünk, akkor jöhet, és akkor rengeteg játékhoz van szerverünk így. Ez lesz szerver, szóval csak kell egy fix IP cím nekünk. És akkor utána meg van oldva a dolog. Na menjük fel ezt a homokórát, ami még megduplázza az időnket. És na, egy minimális időt ad nekünk. A kurva életbe is úgy vitálom ezt, amikor visszarakja az ellenséget, szóval se értem vele. Felvettem a homokórát, mert azt a kurva répát, szóval ezt úgy vitálom, hogy mindig visszateszi az ellenfeleket. Akkor utána nem számít az ember rá, hogy jaj, már kinyírta azt, akkor ide, mégis ott van. De ott van még egy, bassza meg. Egyben elkezdek morogni, már meg is szívom a játékodban. Elfogy az életem nagy rész. Szóval... Oké. Na szóval akkor van... ezt majd lassan majd szervergép, és akkor arra majd rá lesz rakva a beoldal. Hungaroszton beoldala. Oh, fuck. Mindegy. Annyi a lényeg amúgy is ezeken a pályákon, hogy inkább magad előtt lősz, mint egy hülyegyerek. És akkor utána egyszer csak megdöglenek ezek egy hamar. Oh, keci majdnem. Jó, mondjuk úgy is mindegy, mert felkaptam azt az életet, szóval... Menjünk így. Jó, persze nem esek be, van mindig most. Mindig itt fogy el állandóan az életem, amúgy már 166-szor kezdem előre. Egy kicsit felbaszta az agyamat. A múlt korában, hogy nem akart összejönni. Csak akkor nem jött össze, amikor persze videóztam. Szóval... Ó, oh, az meg, hogy adtam be oda. Mindig. Vagy összejött. A Toaster amúgy a legjobb egyben. Ah! Fuck! Mindig elfelejtem, hogy itt van ez a köcsödék. Szóval... Na. Akkor az majd úgyis be lesz jelentve, hogyha lesz szervergép. Előre láthatóan nem tudjuk, hogy mikor, nem mondom, hogy szükséges, hogy legyen egy fix IP címünk is. A szervergéphez. Jó, majd megoldom. A dolgokat, szóval. Ó, ezt el is felejtettem, hogy ez ott van. Ó, faszanak. Na mindig. Ó, oké. Itt van a vége a pályának. Ez az! Ez a... Na, menjünk a legköcsökebb pályára. Ó, basszág. De utáltam ezt a mappot. A technoár. Mit jó reggelt nekem. Ír után egy óra, akkor jól mennyi belestem a platformban, van ilyen, amikor benne vagyok a platformban. Kicsába. Hát, hogy megpróbálkozok inkább bendikemmel venni. Már ezt először ki kéne próbálni. Hogy veszi? Ne jönjön akkor a szaggatásom, vigyázzunk ezekkel a tankos trónikkal. És ez egy reaktorreferencia. Tankos teknősökkel, mert ezek állandóan ezt úgy meg tudnak szivatni. Na, plusz ezekkel a húzogányokkal. Főleg ez a köcsög rész, amikor nem tudsz felugrani. Ide! És felugrasz is! Na, mindjárt, majd megpróbálunk. Mm.
menni, jaj, de jók vagyunk. Ez a baszd meg, és nem igazán pusztul el az a geci! Hát tud. Ó, ha ezért ne ugráljatok. Nem igaz, és most... Hát picse szarok rá, nem érdekel. Ja, és a játékban a mentés az úgy működik, hogy lementi ezt a mapot, és nem ott teszi a mentést, ahol te mondjuk konkrétan álltál a játékba, hanem konkrétan a map elején, és a kurva anyád, ez hogy kéne lát? Szóval... Vagyok így kéne látni, szóval... Most ott izé hallgassam a talajt, felügyeljek. Szóval nem arra konkrét helyre teszi a mentést, ahol konkrétan voltál. Mondjuk ha itt lementem, akkor innen kezdem előről, szóval nem a pálya legelejéről újítani ellenfelekkel. Hiába, hogy már elpusztított őket. Ó, bazd meg! Batmancs. Jó. Oké, nyírjuk ki. Legalább most nem a játék fog behaladni, hanem az, hogy én még küzdök a billentyűbe. Van annyiféle ilyen... ...hülyeség. Ezek a buzogányok, ezek kifészítenek. Plusz a tankos... ...idióták, szóval... Hogyha most ide menteném le... ...akkor... ...várunk. Ez ideje az elmegy... ...a másik része meg visszapattam, ez... ...jó, ezt te faszalsz háttal volt legalább. Nézzünk körbe egy-két... ...útiránya lehet menni, mind a kettő végén van egy répa. Vagy egy répáért küzdünk meg. Hát mondjuk így is szükségem van arra, hogy egy kurva répára elfelejtük. Itt is, amúgy van itt a répa, szóval itt is felveszem, szóval. Vagy ha felülmész, akkor mind a két répát meg tudod szerezni. Ó, bassza meg, de makkosom van most. A kurva életbe. Fú, nagy nehezen tudtam itt felugrani. Oké, ezt kinyírtuk, azt a köcsögöt. Nem. Amúgy a kaja kiborított ez a pálya, hát... Nem akart semmi összejönni! Meg hogy már... Hát ez gyére... Szívatott meg... Hó, pont mikor lőtt! Jó van, az ott van, jó legyél ott! Te is ott van, dögöjnek! Jó, hogy van most így, ez célhoz. Jó, így. És akkor ez így segít nekünk, ez a papagáj így lövöldöz. Mindenféle szart is. Jó. De sokkal jobb menni amúgy. Hát ezt nem lövi, ezt csak egy lőjétlen ki, meg amikor a falon túl vannak ilyen kilométerekre egy ellenfél, azt akkor is lövi a falat. Annyi a szépség hibája van. Az ellenfélt látja, de a falat azt nem, és folyton téged követ. Ah, kösz. Sose szoktam odafigyelni, hogy ez elkezd jönni velem szembe, azt akkor mindig megsérjük. Tudjuk. Szóval... Nagy nehezen túl vagyunk ezen. Na, elején inkább fogok. Elmentem. Igen. Volt egy elmentés. Csak akkor lő, amikor bent vagy a képernyőn. Én legalább tudom, hogy... Hol van ilyen szar? Akkor elkezd ez az izé... Ilyen papagáj lőni, akkor tudom, hogy legalább hol van az a...
Kicsa, de nem tovább jutni. Ah, fuck! Lőjed. Ah, olyan hamar visszajön. Ah, fuck! Oh. Oh, okay. Pont, hiderül. Na, nézzük. Tovább a bopot, hogy haladunk. Úgyis itt lesz egy 200, aha. Itt a kiló ellen. Hú, de jó, hogy utánam jött ez a szar. Hirtelen itt megjelennek az ellenfelek, az a jó, ugye? Akkor a jó reakciója van. Oh, majdnem, mert ezt kihagytad. Mi ez? Díj! Na, ahol van. Szíper vagy. Na igen, ez a másik köcsög része. Ugra. Fú. Ah, fasz. Nem? Ha. Ó, ugye jó, hogy itt nincs ellenfél, így alattam. Ne, bassz meg, ez is az én. Hoppá. Hopp. Hopp. Ne, bassz meg, hát te kajakra, hát azt hiszem, hogy mindig le fog esni. Nem akarom, hogy túlszaladjon. Okay. Igen, úgy is jön az a szar. És akkor felugrottunk, és akkor itt jönnek a buzogányok majd. Nagy buzogányfal. Ahogy tudod, lőjél ezt a falat. De csak az alas. NEM! FASZ! MIÉRT? Plusz itt a tankos tóni, és itt van alul ez a geci, mindig itt van, bazd meg, mindig. Jó van, úgy van. Úgy kell. Mindegy, már nem élhető. A pálya vége. Oké, ki. De faszomat már! Mi van ott lent? Nézd meg mennyien vannak! Mi ez? Jó, így. Csak ezzel a rakétával, meg a pattogó rakétával tudjuk megoldani ezt a egész. Aha, de faszomat! Nehogy itt a pálya végén patkoljak már el! Na, egy film. Ó, köszönöm Istenem. Szarja répáért oda mehettünk volna. Hát. Na most már van TNT-nk is. Át tudnék már. Végre ott jutni. Na. Nem igaz, hogy most össze fog jönni. Ó, bazd meg. Ez az bokker. Ó, Istenem. De jó vagy. Azt a kurva. Túljutottam és fassza meg. Videó alatt. Na, úgyis eljutottam a harmadik pályáig, csak utána ott is